Tetőket cseréltek és festettek. 1,5 millió forint adományból önkéntesekkel segített a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a jégkárosultakon Kishódoson és Nagyhódoson. Bővítették az intézményt, új csoportszobát, nevelői szobát, könyvtárszobát és öltözőt alakítottak ki az Ajaki Rozmaring óvoda és bölcsődében. A régi és az új találkozása. Fontos megőrizni a régi értékeket és vonzóvá tenni a látogatók előtt a rekonstruált műemlékeket, történelmi épületeket, hangzott el egy nyíregyházi konferencián. Másfél millió forint adományból önkéntesekkel segített a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a jégkárosultakon Kishódoson és Nagyhódoson. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Használt tetőcseréppel, bútorokkal és építőipari szakmunkásokkal is támogatta a szervezet az ott élőket. A településeken egyedileg mérték fel az igényeket, ezután tetőket cseréltek, festettek és elektromos hálózatokat újítottak fel a sérült ingatlanokon. A beázott mennyezet még most sem száradt meg Kishódoson, a június végi jégeső okozta károkat még mindig nem sikerült helyreállítani. Az ingatlanok felújításában itt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segített, de a lakók további adományokban bíznak. Faluban többen is mondják, hogy nekik is kéne segítség, hát ha az emberek megmozdulnak és segítenek. Bízunk benne. Mert itt még aki itt módos ember nincs, itt mindenki szegény, még a nyugdíjas is. Ezt a szobát is az önkéntesek festették ki. Jelenleg 5-en élnek itt, közmunkásként dolgoznak, így önerőből nem sikerült volna a felújítás és biztosításuk sincs. Bár örülnek a segítségnek, még sok lenne a feladat az ingatlan helyreállításánál. Az én kislányom beteges. Az én kislányom szobáját segítettek, levakarták a falat, légzőbakolatot tettek, kimeszelték, de nem mondhatnám, mert ezzel még egy része oldódott meg. Kishódos lakói más településekről is kaptak cserepeket a tetők felújítására. Ezeknél a munkálatoknál is segítettek a szeretetszolgálat önkéntesei. Ennél az ingatlannál tető és kéménycsere volt, valamint az elektromos hálózatot is helyreállították. A villamoskábel az azért fontos, mivel mezőgazdasági tevékenységet folytatunk, így nem működnek a szivattyúk, két gyereket nevelek, közmunkából élek, és a közmunka kevés ahhoz, hogy két gyereket fel tudjak nevelni. Ebből kifolyólag közmunka mellett uborka termeléssel foglalkozunk, és ehhez muszáj szivattyúknak menni. Magyarán megmondva, ha nem lett volna a kábel kicserélve, akkor jövőre szerintem le is húzhattuk volna a redőnyt. Kishódoson és Nagyhódoson összesen 13 ingatlant sikerült lakhatóvá tenni a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, így 19 családnak nyújtottak segítséget. Közel 1,5 millió forint adományt gyűjtöttek, de bútorokkal és önkéntes építőipari szakmunkásokkal is támogatták a jégkárosultakat. Az első feladat a helyszínen a felmérés. Végigjártuk a falut, minden egyes családdal beszéltünk, és megnéztük azt, hogy kinek milyen a helyzete, kinek mire van szüksége. Elkezdtünk egy pénzgyűjtést és tárgyi adománygyűjtést is, hiszen nagyon sok helyen van olyan lehetőség, hogy új tetőt építenek, és akkor a használt cserepeket félre lehet tenni. Úgyhogy ezen a két úton indult meg a segítség. Hoztunk a környékbe használt cserepet, valamennyi palát is tudtunk adni, ezt megkapták az emberek, és utána pedig személyre szabottan dolgoztuk ki azt, hogy ki milyen jellegű támogatást kap. Nincs áram, ezért a hűtő is üres. Farkas Sándorék 5-en élnek ilyen körülmények között Kishódoson. Biztosításuk nekik sincs, így adományra várnak. Önerőből ugyanis nem tudják lakhatóvá tenni az épületet. Nagyon szegényesen élünk. Igaz, hogy közmunkán dolgozok egyedül, családi pótlékból élünk. Ha nem dolgozok a hivatalnál, akkor csak 22 000 forintot kapok, és ebből nem nagyon lehet megélni itt Kishódoson. Ebben a kis pici faluban nincs lehetőség ahhoz, hogy elmenjünk máshova dolgozni. A település lakói bíznak benne, hogy további segítséget kapnak majd más szervezetektől is, és a felújítások még a hideg téli hónapok előtt befejeződnek. A kormány 858 millió forinttal támogatja a családi tulajdonban lévő német Rosenberger cég 3,1 milliárd forint értékű zöldmezős nyírbátori beruházását. Az autóipari alkatrészeket gyártó üzemben 400 új munkahely jön létre. Jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, adta hírül az MTI. A miniszter hangsúlyozta, a beruházás révén Nyírbátor az autóipari beszállítók egyik fellegvára lesz a keleti ország részben. Hozzátette, a magyar gazdaság gerincét az autóipar alkotja,
Az ágazat tavaly minden idők legmagasabb termelési értékét állította elő. Az idén az első 7 hónapban újabb 4%-os növekedést ért el, több mint 151 ezer munkavállalót foglalkoztat, 4,5%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában, írja a távirat éroda. Sorsdöntő népszavazásnak nevezte Petneházy Attila országgyűlési képviselő a vasárnapi referendumot mai sajtótájékoztatóján. A fideszes politikus szerint visszafordíthatatlan következménye lehet annak, ha érvénytelen vagy eredménytelen lesz a vasárnapi voksolás, hiszen, mint mondta, Magyarország és Nyíregyháza jövője a tét. A képviselő a választók személyes felelősségét hangsúlyozta. Azt hiszem, így 2 nappal a népszavazás előtt már mindenkinek magának személyesen kell végig gondolnia, hogy miért is fontos ez az ügy neki, és ha nem, akkor hogyan tud gondolkodni másképpen erről a dologról. Én személyesen azt gondolom, hogy én azért megyek el nemmel szavazni vasárnap, mert szülő vagyok, és nekem majd a gyerekeimnek el kell számolni. A gyerekeim szemébe kell tudnom nézni, vagy ne egyisten unokáim szemébe. És ezt mindenkinek felhívom a figyelmét rá, hogyha ez nem teszi, akkor egy olyan helyzetet teremt, amit készként kapnak majd az utánunk jövő generációk, és ők már ezt nem fogják tudni helyrehozni. Ne vegyenek részt a népszavazáson, erre kéri a lakosságot az MSZP. Demeter Márta, a párt országgyűlési képviselője nyíregyházi tájékoztatóján azt hangsúlyozta, a kormány eddig 17 milliárd forintot költött a felesleges referendumra, ami az országos mentőszolgálat összes munkatársának egész éves fizetése. Ráadásul a népszavazás nem csak költséges, hanem átverés is, tette hozzá a politikus. Míg bevándorlókkal riogat és plakátokon riogat az Orbán kormány, ugyanabban az időben egyébként már egy kisvárosnyi több mint 16 ezer bevándorlót hoztak ők maguk Magyarországra a letelepedési kötvénykonstrukcióval. Ebből már több mint 100 milliárd forint hasznot tettek zsebre azok a Fidesz közeli offshore cégek, amelyek végzik ezeknek a kötvényeknek az árusítását. Tehát azt gondolom, hogy egyértelműen látszik, hogy óriási átverés ez a népszavazás. Új csoportszobát, nevelői szobát, könyvtárszobát és öltözőt alakítottak ki abból a mintegy 35 millió forintos támogatásból, amelyet belügyminisztériumi pályázaton nyert az Ajaki Rozmaring óvoda és bölcsőde. Az újonnan épült szárnyat 95%-os állami támogatással építették, amelyet a városi önkormányzat egészített ki saját forrásából. A nagycsoportosok műsorával kezdődött az Ajaki Rozmaring óvoda és bölcsőde új szárnyának átadó ünnepsége. A rendezvényen elhangzott, a bővítésre nagy szükség volt, ugyanis a kiemelkedően magas létszám miatt már nehezen lehetett a gyerekekkel foglalkozni. 30 fős csoportokkal mentünk, és úgy tudjuk, hogy nagyon nehéz egy csoportban annyi gyereket nevelni, megfelelni a 21. század igényeinek és a szülők elvárásainak, és azon örültünk ennek az óvoda bővítési pályázatnak, mert így lecsökkent a csoportokban a létszám, 21, 22, 23 fős csoportok vannak, így 2016. szeptember 1-től 5 csoporttal és 3 bölcsődei csoporttal működünk. Költségvetési forrásból mintegy 35 millió forintot költöttek a beruházásra, melynek keretében új csoportszobát, nevelői szobát, könyvtárszobát és öltözőt alakítottak ki. Ugye a forrás az a belügyminisztérium pályázati forrásából volt, és 95%-os támogatási intenzitást jelentett, 5% saját erőt Ajak város önkormányzatának képviselőtestülete adott hozzá. Az ünnepélyes átadón elhangzott, a továbbiakban is terveznek bővítést, ugyanis a bölcsőde teltházzal működik, valamint saját tornaterme sincs a komplexumnak. Megőrizni a régi értékeket és vonzóvá tenni a látogatók előtt a rekonstruált műemlékeket, történelmi épületeket. Ez volt a témája a 4. Plennet.hu településfejlesztési konferenciának, amit ma Nyíregyházán tartottak. Az építészek és a turisztikai szakemberek találkozóján bemutatták a nemrég felújított Várkertbazárt, a Diósgyőri várat és a megújult Kállai kúriát is.
Régi pompájában látható a Kállai kúria és az emlékpark is igazi vendégcsalogatóvá vált a felújítás után. Az 1920-as éveket idéző épület a település turisztikai centruma, ahová szívesen látogatnak el azok, akiket érdekelnek a megye műemlékei. Ez pedig már a Baktalórendházi Degenfeld kastély egyik terme, ahol interaktív szobát is kialakítottak, hiszen a fiatalabb korosztály digitális környezetben szívesebben ismeri meg a történelmi múltat. A megújuló kastélyok, templomok turisztikai értéket képviselnek egy-egy településen, hangzott el a 4. planet.hu településfejlesztési konferencián. A történeti városrész, rekonstrukciók és az idegenforgalom összefüggéseiről beszélgettek a két terület szakemberei, hiszen az elmúlt időszakban sorra megújultak váraink, kastélyaink, templomaink. Ezeket a projekteket is bemutatták a konferencián. Az építés szakmán sok múlik, milyen szempontok alapján épül újjá egy történelmi műemlék. Ahol alátámasztottan vissza tudjuk állítani azokat az eredeti állapotokat és üzeneteket, amit egy régi vár vagy egy régi műemléképület, tehát egy régi rekonstruálandó műemléképület hordoz, akkor inkább tegyük ezt meg, és legyen ez jobban a mai életünk része, üzenete, mint egy romjaiban hát omladozó valamiféle téglahalmaz. Középkori templomok újultak meg Szabolcsban és a határon túli településeken is. A határmenti együttműködési programokban további műemlékeket rekonstruálnak majd. Egy nagyon fontos tevékenység, aktivitás lesz számukra a jövőben is a határmenti együttműködési programokban. Ilyen projekteket tervezünk. Legközelebb a Magyar-Szlovák programban lehetséges beadnunk ilyen pályázatot a megyei fejlesztési ügynökséggel karöltve. Nem akarom elkiabálni, de sok fontos épület reményeink szerint, hogyha sikeresen szereplünk ezen a pályázatokon, megújulhat a jövőben. Az építész szakma szerint fontos a régit megőrizve újat alkotni, és nem csak a történelmi épületekre, műemlékekre, közintézményekre, de a lakóházakra is igaz ez. Elég sokat éltem már szakmában is, amikor mindent halálét értek, szanálni kellett, bontani kellett, és csak új épülettel lehet mindent megvalósítani. És öregedő fejjel egyre inkább sajnálom azokat az elvesztett értékeket, a régi házakat. Most már minden a legkisebb, legrosszabb állapotban lévő épületet is sajnálom, mert az igazi, izgalmas feladat az, amikor a régit megőrizve új kiegészítésekkel újra kell gondolni valamit, újra hasznosítani, sokkal magasabb rendű teremtő értéket lehet létrehozni. A számos építészeti, urbanisztikai és településfejlesztési előadás ráirányította a figyelmet arra, hogy a turisztikában, az építészetben és a műemlékvédelemben dolgozó szakembereknek szükséges együtt gondolkodniuk. Baleset történt tegnap délután Nyíregyházán a Kállói úton. Egy személygépkocsi előzés közben ütközött egy szemből szabályosan érkező motorral. A motoros nekihajtott a patkának, felborult és egy füves területen tovább csúszott. A férfi 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. Az időskorúak sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával a mai és a jövő generációjának egyaránt. Erről is szó volt az Idősek Világnapja alkalmából szervezett rendezvényen Nyíregyházán. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A Magyar Diáksport napján együttműködési megállapodást írt alá a Szabolcs-Szatmár Bereg-megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Nyíregyháza város önkormányzatával. Az országban a pingpong klubok közül elsőként a nyírbátori ASE edzéscentruma kapta meg a regionális edző és utánpótlás központ címet. Több mint 2,3 millió 60 évesnél idősebb embert regisztráltak a 2011-es népszámlálás alkalmával Magyarországon. Ez a teljes népesség több mint 23%-át tette ki. Az időskorúak azonban sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával a mai és a jövő generációjának. Hangzott el az Idősek Világnapja alkalmából rendezett megyei és városi rendezvényen Nyíregyházán.
Az élettartam hosszabbodásával a modern társadalmakban, így Magyarországon is egyre több az idős ember. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint 100 aktív korú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeire 32 időskorú jut. Nyíregyházan is egyre több a 60 év feletti, a nyugdíjasok száma is évről évre nő. 17 ezer körül van az idős vagy nyugdíjas embereknek a száma, úgyhogy van emberanyag bőven, tehát a különböző problémákkal, bajokkal. Nekünk ezt kell felderíteni, hogy milyen problémákkal küzdenek ezek az idős emberek, és találni megoldást lehetőség szerint a problémáikra. Az idősek világnapja alkalmából rendezett megyei és városi rendezvényen Nyíregyháza alpolgármestere kiemelte, igyekeznek támogatni, segíteni az időseket. Jászai Menyhért hozzátette, ha kell, digitális segélyhívót vagy épp ingyenes kikapcsolódási sportolási lehetőséget biztosítanak a Mozdulj Nyíregyháza című rendezvényen belül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke az ünnepségen azt mondta, a hála, a köszönet jut eszünkbe, ha az idősekre gondol. Ahogy az ember idősödik és remélhetőleg bölcsebbé is válik, sokunkkal azért ez előfordul, akkor másképp viszonyul az élethez és az életnek a nagy kérdéseihez. Tudja, hogy az az élet, ami számára adatott, az nem mindenre elég, és egyre jobban kezdi értékelni azt az időt, amit a gyermekeivel, az unokáival, a majdani unokáival tölthet együtt. Én is ezt tudom önöknek kívánni, hogy közösségben, családjai körében töltsék el idejüket és napjaikat, és hát ebben nagyon nagy szerepet játszanak azok az egyesületek, amelyek felvállalják ezeket a közösségteremtő funkciókat, és megyeszerte nagyon aktívan, nagyon szépen működnek. A megyei és városi rendezvényen nyíregyházi óvodások körtánccal kedveskedtek az időseknek. A Magyar Diáksport napján együttműködési megállapodást írt alá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Nyíregyháza város önkormányzatával. A cél a megyében élő gyerekek fizikai aktivitásának, sportolási hajlandóságának növelése és közös rendezvények szervezése. A megyebeli fiatalok évek óta kiemelkedően teljesítenek a diákolimpiai országos döntőkben. Az elmúlt tanévben 12 arany, 14 ezüst és 13 bronzérmet szereztek az általános és középiskolások a finálékban. Pénteken a Magyar Diáksport napján a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület együttműködési megállapodás írt alá Nyíregyháza város önkormányzatával. Nyíregyháza megyei jogú város az az önkormányzat, amelyre azt hiszem, hogy eddig is számíthattunk, és ezzel az együttműködési megállapodással pedig lényegében csak keretbe foglaltuk azt az eddig is együtt elvégzett munkát, amellyel igyekeztünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a diáksport életen segíteni, úgyhogy ez intézményekkel, infrastruktúrális háttérbiztosításával, és természetesen a közös munkának lesz egy olyan eredménye is, hogy igyekszünk legtöbb eseményen együtt megjelenni, mi is népszerűsítjük a városi sportéletet, illetve a Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata is népszerűsíti a diákolimpiai rendezvényeket. A megyében évente több mint 10 000 általános, illetve középiskolás vesz részt a diákolimpiai versenyeken. Az együttműködésnek köszönhetően a jövőben több országos döntőnek is otthont adhat majd a megyeszékhely. Azt várjuk, hogy tovább fogja javítani ezt a nagyon hatékony együttműködést. Szeretném, ha ez közös programok szervezését jelenteni, akár országos diákolimpiai rendezvényeket, közös pályázatokat, egyéb források szerzésére, és hát emellett edzői, szakmai, továbbképzési programokat is, mindazokat, amivel segíteni tudjuk a diáksportot. Pénteken a Magyar Diáksport napján több mint 700 fiatal próbálhatta ki ügyességét 10 sportágban a Nyíregyházi Városi Stadionban. Az országban a pingpong klubok közül elsőként a nyírbátori ASE edzéscentruma kapta meg a regionális edző és utánpótlás központ címet. A Magyar Asztali Tenisz Szövetség anyagi támogatásával is járó elismerésnek köszönhetően a jövőben még magasabb szintű szakmai munkát végezhetnek a több válogatott játékost is kinevelő egyesületnél. A Magyar Asztali Tenisz Szövetség ez év tavaszán írt ki egy pályázatot 4 utánpótlás centrum támogatására. 17 egyesület jelentkezett, és az országban elsőként a Győrfi Tibor edzőközpont kapta meg a kitüntető címet. A Nyírbátori Egyesület infrastruktúrális és szakmai téren is maximálisan megfelelt a szövetség elvárásainak. Nyírbátorban olyan munka folyik, nem is
fogalmazok el sem, hogy azt mondom, hogy az elmúlt években, hanem inkább az elmúlt évtizedekben, amely méltán vívta ki a hírnevet, számos válogatott sportolót nevelt ki ez a klub, és a tevékenysége részben egyébként a földrajzi elhelyezkedése okán is határokon túl is terjedt, tehát nemzetközi szintű tevékenységet végez a klub. A cím az első évben 2,5 millió forintos támogatással jár. A szövetség elnöke elmondta, hogy az összeg évről évre növekszik majd. Az egyesületnél a minőség további javítására használják majd fel a forrást. Olyan játékosokat és olyan edzőket tudunk idehozni, akiket idáig nem. Például a Rozsnyói Tibor, ez Magyarország legjobb edzője, illetve a legjobb edzői között van, bocsánat, ezt így szeretném pontosítani, és az ő foglalkoztatására enélkül a pénz nélkül nem lenne lehetőség. Most elmondhatjuk azt, hála Istennek, hogy Nyírbátorba olyan kiváló edzők működnek, akik, hogyha a gyerek kellőképpen elszánt és tehetséges, akkor ezeknek a segítségével mindenképpen akármeddig eljuthat Magyarországon. A város polgármestere szerint az egyesületnek a sportsikerek elérése mellett fontos szerepe van a fiatalok nevelésében is. A városnak nagyon fontos a sport, nem csak az itt élő versenyzők és a sikerek miatt, hanem én azt gondolom, hogy ez az egyesület és valamennyi sportegyesület egyben tömegsportot is képvisel. Azt az ideológiát is követi, hogy a gyerekeket fegyelmezettségre, kitartásra, együttműködésre nevelje. Tehát a város fejlődése szempontjából is rendkívül fontos, de nyilvánvalóan egy ilyen rangos, elismerő cím az külön nagyon megrebegteti a szívünket, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk az egyesület munkájára. A Magyar Asztali Tenisz Szövetség a jövőben határon túli csapatok számára is ajánlja majd a nyírbátori edzéscentrumot, amelynek következő célja a nemzetközi minősítés megszerzése. Új sportág mutatkozik be május 8-án Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Jövő szombaton Magyarország-Dánia válogatott rögbi mérkőzést rendeznek Mándokon. Az Európa-bajnoki selejtező 14 órakor kezdődik a város sportcentrumában. A világ legnépszerűbb sportága, a csapatsportága a klasszikus angol rögbi a labdarúgás után, sokszor azzal vetekedve, és azért gondoltuk azt, hogy a Magyarország-Dánia Európa-bajnoki mérkőzést idehozzuk ebbe a régióba, mert itt nincs rögbi. Viszont tőlünk karnyújtásnyi Ungváron van, Kárpátalján van, tehát Budapest és Kárpátalja közé szorulva Szabolcs-Szatmár-Bereg megye igazán alkalmas terület arra, hogy ezt a sportágat megmutassuk egy ilyen kiváló eseménnyel, egy fesztivál keretében, és utána pedig, ha van itt kedve az itt élőknek, akkor el is tudjon indulni itt is hódító útjára. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. 1,5 millió forint adományból önkéntesekkel segített a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a jégkárosultakon, Kishódoson és Nagyhódoson. A településeken egyedileg mérték fel az igényeket, ezután tetőket cseréltek, festettek és elektromos hálózatokat újítottak fel a sérült ingatlanokon. Új csoportszobát, nevelői szobát, könyvtárszobát és öltözőt alakítottak ki abból a mintegy 35 millió forintos támogatásból, amelyet belügyminisztériumi pályázaton nyert az Ajaki Rozmaringó óvoda és bölcsőde. Az újonnan épült szárnyat 95%-os állami támogatással építették, amelyet a városi önkormányzat egészített ki saját forrásából. Megőrizni a régi értékeket és vonzóvá tenni a látogatók előtt a rekonstruált műemlékeket, történelmi épületeket. Ez volt a témája a 4. Planet.hu településfejlesztési konferenciának, amit ma Nyíregyházán tartottak. Az építészek és a turisztikai szakemberek találkozóján bemutatták a nemrég felújított Várkert bazárt, a Diósgyőri várat és a megújult Kállai kúriát is. A Kölcsei Televízió iradóját látták szeptember 30-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, a hétvégén pedig heti hír összefoglalóval, a krónikával jelentkezünk. Műsorainkért és további hírekért pedig látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is napos, meleg időre számíthatunk. Szombat estig komolyabb változás nem lesz időjárásunkban. Folytatódik a csapadékmentes, napos, nyáriasan meleg idő. Éjjel gyengén és közepesen felhős időszakok és területek váltakoznak. Csapadék nem lesz. Reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben többnyire gyengén felhős, napos idő várható. A déli szél időnként megélénkül, délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap eleinte még napsütésre is számíthatunk, majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több felé számíthatunk esőre, záporra, hideg front éri el térségünket. A front csak lassan vonul át felettünk, emiatt a jövő hét első felében felhős időnk lesz, csak rövid napos időszakokra számíthatunk. Több helyen várható eső, záporeső, sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat az északi, északkeleti szél, ami egyre hidegebb levegőt szállít térségünkbe, emiatt hűvös, kimondottan kellemetlen időnk lesz.